Megcsípte a dél az őszi füvet, szagos a szőlő, szabad a szület. Puffad a puttony, domború a káv, darazsakat vonz az ízkavalkád. Züm, 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 züm. Csurran a présből a jó szagú most, kóstolót kaphatsz, ha most odafutsz. Csurran a présből a jó szagú most, kóstolót kaphatsz, ha most odafutsz. Züm, 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 züm. Megcsípte a dél az őszi füvet, szagos a szőlő, szabad a szület. Puffad a puttony, domborul a káv, darazsakat vonz az ízkavalkád. Züm, 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 züm. Szagú most, kóstolót kaphatsz, ha most odafutsz. Zim, zim, ha most odafutsz. Zim, zim, ha most odafutsz. Részvevők, szép jó napot kívánok mindenkinek! Halljátok ott a hangomat? Jaj, de jó, szuper! Először is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki eljött és részt vesz a mai születi felvonuláson, és nagyon szépen köszönöm külön a lovasoknak, az Ácsi lovasoknak és a barátaiknak, hogy megszervezték ezt a mai napot. Az az igazság, hogy egy picit változtatunk idén az útvonalon, az előmenők majd tudják, hogy merre fogunk menni. Az első megálló a tűzoltóságnál lesz majd. Ott csatlakoznak hozzánk majd sokan apró talpúak, hogyha minden igaz, és a menet végén jön majd mögöttünk a kisvonat, úgyhogy hogyha lesz majd hely, akkor arra is át lehet szállni. De itt mindenkinek van helye, remélem, mindenkinek van helye? Jó. A polgárőrség biztosítja a menetet. Természetesen a szokásokhoz híven kérek mindenkit, hogy balesetmentes közlekedésre törekedjünk, tehát főleg a gyerekekre figyeljünk majd fent a kocsikon, a fogatokon, és mindenkinek jó felvonulást kívánok! Thank you.
Adatik tudtál a kicsinek és nagynak, kinek van még füle, kikiáltó annak. Megérett a szőlő, puttonyba tették, puttonyból a kádba szintén belementék. Kádba aztán Pécsbe, mibe vészolula, a nagy tekerésbe leve megcsorduna. Az édes most forni hordókba kerül, amikor megford, mindenki örül. Bor folyik a csapból, ihatja ki bírja. De a részegségért kiki csak magát okolja. Itt pulat a város apraja és nagyja, újját és bánatát ma mind otthon hagyja. Az Ácsi lovasok és jó barátaik a születi menetet szépen rendeszedik. Bíró és bírónő előmegy, nem tolat. Annyian vagyunk idén, hogy kellett egy vonat. Emeljük koharunk Ács város népére. Ígyunk a lakosság egészségére, de nem csak inni jöttünk, hanem ünnepelni szépen. Jöjjön hát a tánc, harsogjon az ének. Táncosaink idén szabadságra mentek, kellett a bátorság az óvónéniknek. Közreműködnek hát a bóbitások, kicsik és nagyok is, óvónénik és mások. Köszönjük mindenkinek, aki a menetben részt vesz, annak meg főleg, ki elénk ételt és italt tesz. Szívünkbe melegséget, mosolyt a szánkra, menjünk el ősszel a Gárdonyi bálba. Lesz még program bőven, csak legyen ki, aki várja. Futástól adventig, kinek mi a vágya. De nem duválok tovább, a pofán befogom, a torkon kiszárak, keresem a borom. Még annyit mondok, a jó Istennek hála, az Ácsi bornak sehol sincsen párja. Kedves egészségünkre! Thank you.
Köszönjük szépen az Zovó néniknek, és akkor most, hogy a Zovó nénik megmutatták, hogy kell táncolni, megmutatják a zovisok is. Lassan jár a nap, sütöttök fát,
köszönjük szépen a vendégeknek, itt a Városi Nyugdíjas Klubnak, a Tűzoltóságnak, a Varga Laci bátyámnak, a Zsácsi pálinkásoknak, köszönjük szépen, és nem sokára indul tovább a menet. Hogy 2023-ban ilyen nagyobb fajta kisbíró jutott társnak, mint jó magam, de gond egy szál sincs, ha idefele jövet, találkoztam egy vénasszonynal, aki vak volt, volt benne vagy 240 esztendő, de azt mondta, hogy ilyen feslegényt már nem látott hétlakatlan faluban, mint most. Adjon Isten ismét mondom szerencsés jó napot, kisbíróként emelek én most kalapot. Először is mondjuk hálát az Úrnak, hogy megtartotta rendben a mi kis városunkat. Thank you.
Húzzátok ki magatokat, vigyarok ki Petra! Igen.
gyerekek. Harapjátok meg itt. Halló. Sziasztok. Halló. Még lenne egy gyerekem mostanában. Vanda itt van? Vandának is van gyenge. Vanda gyerek. Itt pulat a város apraja és nagyja, Gúlyát és Bálatát ma mind otthon hagyta. Az Ácsi lovasok és jó barátaik a születi menetet szépen rendbeszedik. Bíró és bírónő előmegy, nem tolat, annyian vagyunk, hogy körülött egy kis falat. Emeljük poharunk Ács város népére, ígyunk a lakosok egészségére. De nem csak inni jöttünk, hanem ünnepelni szépen. Jöjjön hát a tánc, harsogjon az ének! Ugyan csibrák, hogy majd megmondom, hogy százalék a csibe ára, lecsapom az asztalára. Százalék a csibe ára, lecsapom az asztalára. Ugyan csibrák, hogy majd megmondom, hogy tartotta rendbe mi kis városunkat. Adatik tudtára, kicsinnek és nagynak, kinek van még füle, ki kiáltó annak. Tényleg rosszabb lesz. Isten szerencsés jó napot! Kisbíróként emelek én mostan kalapot! Először is mondjunk hálát az Úrnak, hogy megtartotta rendben mi kis városunkat! Thank you.
Nagyon a jó Isten szeretse és jó napot, kis bíróként emelek én most kalapot. Felvonulást. Köszönjük szépen minden vendéglátónak itt a Peka családnak. Egy nagy tapsot kérek szépen. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a lovasoknak és minden közreműködőnek. Mikor engem keresztelni akartak, a nevemet elfelejtette a pap. Édesanyám oda üzen. Visel a babám, szeret a kisasz engem igazán. De nagyobb világ, de van közepe, szíj a rózsán fekete szeme. Nagyobb világ, de van közepe, szép rózsám, fekete szemem. Ez a világ semmire se jó, ha nincs benne szép anyaló. Nagyobb a világ, de van közepe, szép rózsám, fekete szemem. Köszönöm mindenkinek, hogy ennyi ekkora számmal összejöttünk ezen a rendezvényen. Támogatóinknak meg mindenkinek az, hogy az idő is kegyes volt velünk, hogy nagyon szép időnk volt, meg az, hogy nem csak amit nagyon sokan mondtak, hogy nem kocsmatúra volt ez az egész, ehhez nagyon sokan hozzájárultak. Az összes étterem, az összes boltok, kocsmák, mindenki. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, a közreműködését mindenkinek, és
a vadásztársaság, amit felajánlott nekünk, egy szarvas pörkölt, plusz van vasírtunk, van rátatusunk. Nagyon szépen kívánom mindenkinek, hogy jól érezze magát, és jó étvágyat kívánok mindenkinek. Én ennyivel lezártam az egészet. De, sziasztok! Köszönöm szépen! Illetve az újnak is szeretnék kérni egy Dartost, aki a hátára állára vette ezt az egész szülét. És tényleg azt éreztem, hogy egy tök jó közösségi rendezvény lett ez igazából. Az óvónéniknek is szeretnék kérni egy Dartost, akik bevállalták a rendezvényt. És tényleg mindenki nagyon nagy szeretettel fogadott bennünket mindenhol. Még egyszer elmondom az ilyen szolgálati közleményeket, hogy itt megérkezett a pörkölt is, mint meleg. Hogy önkiszolgáló jelleggel működik, tehát vannak itt tányéró, evőeszköz, kenyér, várni elfogy, akkor szóljatok és hozunk még. Az italokat is nyugodtan a hűtőbe tegyétek, vegyétek ki, és akkor mindenki érezze jól magát. Ott a, főleg a bentieknek, bár nem kell felhívni a figyelmet, de ugye látjátok, hogy van egy kiállítás, arra vigyázzatok azért légy szíves, hogy a talán nem főzök fel odáig a pörkölca. És a mai nap pedig DJ Top Taylor barátunk van itt velük, akinek ugye igazából bármi lehet ma, tehát hogy akár mulathatok is, ha szeretnétek, vagy hogy olyan lesz a hangulat. A Tomi teljesíti a kiéréseket, kívánságokat, olyan zenét fog játszani, ami mindenkinek tetszik, vagy amit kértek tőle, és amit szeretem, hogy annyi nagy retróban hallunk, úgyhogy szerintem nincs olyan, amit nem tudna, meg ismerik el szerintem sokan a Tomit, úgyhogy érezzétek jó magatokat, és akkor jó évvel kívánok itt a vacsorához, valaki kezdi meg majd.